Dienes Pál a szekszárdi futball rendszerváltozás utáni történetének egyik, hanem a legsikeresebb edzője, aki veretlenségi rekordot állított fel a 2000-es évek elején, bravúr győzelmeket aratva elvitte a Magyar Kupában az országos főtábláig a szekszárdot, vészhelyzetekből indulva többször is bentartotta a csapatot. Most éppen 2020 őszén nem a napos oldalon volt. Tudomásul vette, hogy az őszi teljesítmény a 18. egyben már kieső hely elfogadhatatlan, és a vezetés néhány fordulóval az őszi idény zárása, illetve már a tavasz idény megkezdése előtt az ő leváltása mellett döntött. Én úgy gondolom, hogyha a téli időszakban tudnak igazolni 3-4-5 játékost, akkor komoly szansz van arra, hogy bent maradjon a csapat, egyébként nagyon nehéz helyzetben vannak. Az új edző, a pécsi Turi Zsolt, a saját útját járja, ami Szent Lőrincen már bejött neki, nem kérte DNS tanácsait a kiút megtalálásához. Személyesen nem ismerem, nem is beszéltem vele, de úgy gondolom, hogy akik maradtak játékosok, pályaedző, kapusedző vele meg tudja beszélni, hogy hogyan tovább. Dienes Pál útja Bonyhádra vezetett, a BVLC a Tolna megyei első osztály élcsapata, ugyanis a tavaly előtti bajnok válságban van. Sorra bukta el meccseit, nem csak a rangadókat, a papírforma győzelmek is elmaradtak. Miután Kőlő Roland edző más elfoglaltsága miatt is lemondott. Dienesnek kellene rendbe raknia a továbbra is jó erőkből álló, a fiatalok és a rutinos játékosok jó egyvelegét alkotó csapatot, amely lecsúszott a dobogóról 5. és jelentős ponthátrányba került a Gerjennel, a Bátaszékkel és a Tamásival szemben. Dienes Pál Dunaszentgyörgyön, Bátaszéken oldott meg már hasonló feladatot edzői pályafutása során. Az új edző úgy látja a teljesítmény visszaesést, az eredménytelenséget, az is befolyásolhatta, hogy a Bonyhád az új sportlétesítmény építési munkálatai miatt nem otthon játszott és edzett, hanem Mázaszászváron. Azért persze szakmai okot is felfedezett, amit majd neki kell tudni megoldania. Idegenbe készült, úgy gondolom azért ez megtörte a csapatot, visszatérve arra, hogy azok a játékosok, akik az elmúlt 10-15 évben húzó emberek voltak, nyilván azok idősödtek, generációt kell cserélni meg. De nem ajtóstól, ablakostól akar nekiállni ennek DNS. Szőcs a védelemben, Máté Róbert a középpályán, Pap Roland elől, az ő kezdő 11-ben is ott van. Ők mindenképp húzó emberek, úgy gondolom, mint játékban, mint az öltözőben. Bonyhádon nem is lehet más a cél, mindig a soron következő mérkőzést meg kell nyerni. Szeretnénk olyan csapatot formálni, amely közönségcsalogató, sok gólt hoz, és lehet, hogy a gólok száma úgy alakuljon, hogy a mi csapatunk nyerjen. Hát ehhez mindjárt az őszi utolsó meccsünk rangadó is volt, a Gerjennel szembe, hát az a része sikerült, hogy sok gólt hozzon, hiszen 3-2-re kaptunk ki, hát az előjelen szeretnénk változtatni. Persze nehézségek ide vagy oda, klubvezetői és szurkolói elvárás, hogy a Bonyhádnak 6. haszakad, ott kell lennie a dobogón a végelszámolásban.